Üdvözlök mindenkit, Abidosz vagyok, és ez pedig a Jazz Jackrabbitnek a, hát, bemutatója legyen az, Valentin napocska van, ezért úgy gondoltam, hogy valami nagyon különlegeset hozok el nektek. Nem, mint hogyha gondolom nagyon sokatokat meghatna ez a ünnep, de hát ha van valaki, akit igen, ha más nem, akkor legalább videóban legyen valami izgalmas. Jazz Jackrabbit, ez egy 1994-es, hát egy elég régi játék, még DOS-ra készült, illetve Windows-ra és Windows telefonokra is elkészültették. Érdekesség, hogy ez az Epic Mega Games-nak a játéka, ugye az Epicről hallottatok már, ők csinálták az Unreal Tournament-et és a Gears of War-t is többek között, illetve az Unreal Engine is az övéké, tehát mint látjátok, ez egy elég korai játékuk, és nekem annó hatalmas nagy kedvencem volt, de ne egy gép játszom, hanem én fogok majd mindjárt játszani. Szóval, a készítője tényleg olyan, aki benne is volt a Gears of War-nak a megszületésébe, tehát érdekes az egész. Ez egy ilyen platformer, de érdekes, hogy vannak benne 3D-s elemek is, szóval eléggé durva kis játék. Na akkor menjünk is egy új játékra, hát menjen egy normál, médium, és mondjuk menjen az első pálya. Itt lehet epizódokat választani, hogy melyiken akarsz játszani, többféle kis történet van, és hát ha úgy nézzük, akkor a gonosz teknősök ellen kell játszani, mint a Mario-ban. Na, ez egy nagyon-nagyon kis szupika, kis cuki játék, és tényleg adja neki a dolgokat. Hát az előbb beállítottam itt a billentyűzetet, remélem, hogy jól sikerült. Majd meglátjuk. Minél gyorsabban nyomgatom a shiftet, annál jobban lő. Meglátjuk, hogy sikerül-e jól összerakni a lövést, vagy nem. Azért nem szabad annyit lőni ebben a kis fegyóval, mert nem végtelen. Ho-ho-ho-ho! Szóval lehet látni, hogy ki akarnak nyírni engem. Hoppá! Nem akartam szévelni, de úgy néz ki, hogy csak nem sikerült jól a gombkiosztás. Na, szóval ki akarnak engem nyiffantani, de én is egy tömegmészáros vagyok, ha látjátok, szóval ez annyira nem meglepő. És megyek előre. Hát vannak ilyen kis rejtett tudtak, ezt gondolom már mindenkinek feltűnt. Egy ilyen szuper gyors zöld nyullal megyünk, aki lényegében többször a gonosz teknősök elől menti meg a élete szerelmét. Ha úgy nézzük, akkor teljesen jogos az, hogy ezt a játékot választottam Valentin napra. És hát én megmondom őszintén, ezt a játékot jobban szerettem, mint a Sonicot. Tehát ez a zöld nyúl az valószínűleg azért is, mert hamarabb a kezeim közé kerül, mint a Sonic, de értitek. Hopp, itt a pálya vége. Itt kiírja, hogy hány százalékát gyilkoltam le az enemynek, meg minden szép. Szóval ez az egyik az első Unreal játékoknál, mint lehet látni, többféle fegyverem van, én most a Control-ra raktam, ne kérdezzétek meg, hogy az eredeti gomb, amivel lehet lőni ilyeneket. Ezek erősebbek vagy nagyobb területtel bíró sebzést adnak, tehát semmi nagyon-nagyon különös. Jó, hát ez egy másik játéknak a folytatása, de azt nem ismerem, ezért nem megyek bele a történetbe. Azt viszont el tudom nektek mondani, hogy DOSBox-szal játszom, de nem is akármilyen DOSBox-szal. Ugye ez egy DOS emulátor a DOSBox, hanem olyannal, ami neten böngészőből fut, majd a videó alatti leírásban nem felejtem el, akkor berakom az oldalnak, a honlapnak a címét, és ott rengeteg doszos játékot találhattok, amivel lehet játszani, ha szeretnétek. A checkpointot ne hagyjuk el, megvan. És már itt van a szuper gyors nitro szuperság is. Itt látjátok, ez sokkal gyorsabb, mint Sonic, nem? Hát de.
Jaj, ne, elrontottam. Mindjárt le fog járni a Nitro. Na, le is lassultunk. A játéknak van második része is, na, az ha minden igaz nincsen, nem csináltam. Ó, az a kristály kell. Az ha minden igaz, akkor én nekem nincsen videóm Jazz Jack Rabbitből, hiába szerettem az összes részt. Viszont, ha jól emlékszem, akkor Benyobolynak még lehet végigjátszása is van belőle, szóval hogyha érdekel titeket a második része, akkor még azt el tudom mondani arról, hogy ott már ketten is lehet játszani. Na, itt van a 3D-s rész, amiről beszéltem. Itt kell gyorsan összeszedni a lehető legtöbb mindent, ez ilyen bónusz. És érdekes amúgy ez a játék, ez azon kevés játékok egyike volt, ami működött nekem a régi számítógépemen, ugyanis nagyon kevés játék futott el rajta, mivel nagyon régi számítógép volt, az első számítógép konkrétan, ami a sajátnak nem mondható volt, hanem a szomszéddal volt közös. Hát így párosan vettük, és hát akkoriban ezt a játék még simán ment, mert doszos volt a gép, tehát nem volt vele gond. Elhagytam egy párat, ami nagy hiba volt, tehát hogy ez így, ez egy ilyen megcsavaró dolog. Szupi. Nem akarok még kimenni, össze akarom gyűjteni, mert kész, megvan. Szupi, nagyon jó vagyok. Extra life-ot kaptam, mert teljesítettem, szóval juhú. Na, szóval abban már lehet kóban menni, meg nagyobb felbontású, meg Windowson is jobban működik. Szóval... Ó, itt már mini teknősök is vannak, amik valószínűleg idegesítőek lesznek. Meg ilyen szemecskék. A zenék azok nagyon jók, nagyon remélem, hogy a YouTube nem fog emiatt engem letiltani, tehát hogy így... Szabadon használhatom a videóban ezt a zenét, ha nem, akkor most külön rögzítem a hangot. És... hát akkor néma lesz nektek a játék, csak a... én hangomat lehet hallani. De tényleg nagyon jó kis zenék vannak, és nagyon kis emlékezetesek még ennyi idő után is. Na, felhasználtam azt a pajzsomat. Szuper. Többféle különböző világban játszunk, bolygók ezek, és mindegyik egyedi látványvilággal bír. Én nagyon sajnálom, hogy ilyen pörgős platformerek nem nagyon szoktak mostanában lenni, de hogyha van olyan, aminél úgy jó a... nem is tudom, a... az az érzés, ahogy játszol, ugrasz, meg... meg úgy gondolod, hogy így pontos a rendszer, meg így tényleg ilyen pörgős, akkor szóljatok, mert rengeteg platformert látok, és azok ilyen nehézkes mozgásokat hoz elő. Ez ilyen gránátvető, ez a fegyver. Ilyen eléggé pattogós tüzelési lehetőségekkel. És itt most szépen felmegyünk. Életünk az tele van, nem nagyon kell ebben most foglalkozni. Igazából nem nagyon fogom ezt a játékot nagyon sokáig játszani, mert hát a lényeget az, hogy lássátok, hogy milyen, azt látjátok, és megvásárolni nem kell, ti is játszottok vele, szóval javaslom, hogy majd vegyétek elő. Az képest, hogy PC-s játék, elég sok az ilyen konzolos cucc, mint látjátok. Gamepad. Szupi. Lehet szórakozni is. Na. Nézzünk át egy teljesen más világba. Quit game? Vajon az hova vissza? Az most nem tudom. De gondolom, hogy a menübe. Jó van. Van egy kis tutoriál, meg setup ugye, meg hogyan tudod megvenni a játékot. Szupi. Nézzünk turbo fokozatra. És mondjuk legyen az, hogy
ez. Ez egy jó nehéz pálya, biztos, ha jól emlékszem. Na, szóval... Tehát lehet látni, hogy új színek vannak ilyenkor, új objektumok, meg új pályatípusok, tehát más a ellenfelek is mások, meg a... Meg ami még így a az egésznek a kiállása a pályáknak. Mint látjátok, itt már nem rohanhatok csak úgy, itt már körül kell lényegében néznem. Hoppá, kinyitottam saját magam. Mint látjátok, erre is képesek vagyunk. Össze kell gyűjteni itt a lehető legtöbb fegyót. És hát itt már nem elsőre pusztulnak az ellenfelek. Én még arra nem is beszélve, hogy most legnehezebbre raktam a játékot. De hát... Az már csak részletkérdés. Huha. Nem nagyon akarnak ezek megmutálódni. Ezeket a pályákat ugye be lehet gyakorolni, tehát hogyha úgy szeretnéd, hogy a... Hogy a lehető legtöbb fegyvered... Vagy de úgyis a legtöbb élettel végigjátsz, akkor azért többször végigjátszhatóak ezek a pályák, mert platformer. Most már van Rapid Fire-öm, szóval most már többet tudok lőni. Egyre gyorsabban tudok lőni, milyen több Rapid Fire-t veszek fel. Rapid Fire, bocsánat. Szóval ez nagyon... hasznos kis cuccmók. Oh, nem tudtam elkerülni. Ah! Jó. Jó. Mindig izgalmasabb a játék, hogyha checkpoint volt, nem volt checkpoint. Na hát erről beszélek, ez azért így már jobban megmozgatja az ember. Mert így csak így végig rohanni, mint amit most próbálok, ezt így felejtős. Jó, hát egyelőre eddig eljutottam. Most nincs Rapid Fire-öm, szóval fel kéne vennem. És akkor gyorsabban tudnék lőni. Nem kéne a shiftet nyomogatnom. Spamelnem a shiftet. Ezek kellenek, mert kevés a töltényem. Ugye rengeteg alternatív útvonal van, ami... Megint rosszat nyomtam. Nézd ki, hogy annyira nem lehet sikeres a billbeállítás. Szóval rengeteg alternatív útvonal van, ami sok bónuszt ad. Az előbb is ugyanennyi élettel voltam itt, és talán az, aki így volt meg. Nincs semmi fegyverem! Má! Jó, szóval itt látjátok, azért van benne kihívás, hogyha úgy gondoljátok. Nagyon remélem a zene miatt nem tilt le engem a YouTube. Szóval ez lett volna a Just Jackrabbit, játszatok vele. A holnap pedig, ahol ezzel játszhattok, az pedig a archive.org. És tök jól fut. Szóval mindenképp javaslom nektek, hogy próbáljátok ki. Köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot mindenkinek. Sziasztok!